Keddó Tamár 4,25%-on a hazai jegybanki alapkamat. Ez a folyamat arra sarkalt bennünket, hogy megvizsgáljuk, forintra ez milyen hatást gyakorol. Az FX főtámogatója, az Admiral Markets, kereskedés mindenkinek. Köszöntöm a stúdióban Pósa Viktort, az Admiral Markets igazgatóját. Köszönöm szépen a meghívást. Ugye ez a történelmi mélységbe repített alapkamat talán a forintra is valamilyen hatást gyakorol. Nem tudom, hogy láttunk-e olyan módosulást, amely esetleg gyengítette vagy erősítette a hazai fizetőeszközt itt a napokban? Elmondható, hogy az idei évet nézzük, hogy az elmúlt fél évet, hogy a forint viszonylag szűk sávban mozgott, tehát 308 forinton át, amikor leggyengébb volt, és 286 körül, amikor legerősebb volt, tehát egy kicsivel több mint 20 forintos sávban mozog az árfolyam, ezért nem látunk semmiféle speciális nyomást itt a folyamatosan csökkenő alapkamat miatt a forinton. Gyakorlatilag tavaly nyár óta 7%-ról indult ez az alapkamat csökkentés, ahogy említetted, most 4,25%-on áll, tehát a piac nagyjából ezt beárazta, ezt a monetáris lazítást. Ugye amikor elindult tavaly nyáron ez a kamatcsökkentési periódus, ami azóta is töretlenül tart, akkor arról szóltak a felharmonikusok, hogy hát ez majd nagyon nagy inflációt generál, féltek tőle, hogy akár ez a forintot is magával ránthatja, de hát láttuk, hogy nem ez történt. Ráadásul ugye az infláció történelmi rekordmélységben van szintén. Hát ezek alapján nem tudom, hogy most így utólag is akár veszélyesnek tartod-e azt, hogy a kamat csökkentés ilyen mértéket öltött? Nem tartom veszélyesnek a csökkenő alapkamatot. Kormánynak ezzel mindenféleképpen a beruházásra ösztönző szándéka van, több egyéb intézkedés mellett is. Tehát a megtakarítások helyett a beruházást, illetve a kedvezőbb hitelfelvételi lehetőségeket próbálja ezzel segíteni, ezzel a csökkenő alapkamattal. Mint ahogy az előbb is említettem, viszonylag szűk sávban van a forint, és a piac ugye ezt beárazta a forint árfolyamába, tehát nem elsősorban a csökkenő vagy növekvő alapkamat hat egy ország devizájára, hanem az egyéb gazdasági tényezők. Mint ahogy láttuk, Magyarország kikerült a túlzott deficit eljárás alól, tehát még hogyha a csökkenő alapkamat is lefelé tollá, vagy gyengíteni a forint árfolyamát, egyéb más kedvezőbb helyzetek vagy gazdasági folyamatok erősíthetik ezt, tehát nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy egy csökkenő alapkamat gyengítené, vagy akár erősítené országunk devizáját. Van egy bűvös szám, ez a 300, ugye az euró forint árfolyam nemrégiben szintén 300 forint, 300-as egység környékén járt. Na most, aki ugye nyaralni megy, hát nem biztos, hogy ennek örül, mert jó drágán veszi meg az eurót. Mire számít az, hogy az elkövetkezendő hetekben, itt a nyár eleje folyamán, mikor érdemes eurót vásárolni a nyaralóknak? Arra mindenképp számíthatunk, hogy az árfolyamok mozogni fognak. Tehát egy ilyen 2-3-4, akár 5 forintos párnapos elmozdulást nem tekinthető extrémnek mondjuk az euró-forint árfolyamában. Hogyha az idei teljesítményét nézzük a forintnak, ahogy említettem, 308-on állt a leggyengébben, 286-on a legerősebben. Jelenleg 300 és 290 körül között pattog az árfolyam. Tehát én azt mondanám, hogy ha 295 és alatta tartózkodik az árfolyam, az egy kedvező vételi lehetőség lenne. Hát 290 alatt pedig rendkívül kedvező. De attól se kell megijedni, hogy 300 körül tartózkodik az árfolyam, leginkább 308 és 310 fölött kéne egy kicsit megijedni, de ez a 290-300 közötti sáv, ez teljesen kényelmes a forint számára. Mennyire egyedi a forintnak a sztoria itt a régióban? Tehát mondjuk, ha megvizsgáljuk a csehekkel, mondjuk, vagy a lengyelekkel, akkor mit látunk, hogy együtt mozog vele, vagy elszakadtunk? Igen, nagyon jó a kérdés. Tehát a régiós devizákkal összevetve a forint különbséget mutat a forint mozgása, tehát nem együtt mozognak ezek a devizák. Ugye a lengyel zlotyit említetted, illetve a cseh koronát, tehát míg a forint március közepén volt a leggyengébb, addig a lengyel zlotyi az elmúlt napokban ért el a leggyengébb árfolyamát, a cseh korona pedig május közepén ért el a leggyengébb szintjét. Tehát ebből is látható, de elég csak a három devizapár csártyára tekinteni, és azonnal látható, hogy különbséget mutat az árfolyamok mozgása. Végezetül ugye az év nagy durranása, a monetáris lazítás a világban, Japánban is ez megy, az USA-ban is. Ha ez véget ér, vagy legalábbis lassul, akár ősszel, akkor ez a forint milyen irányba mozdíthatja?
Erről nem tudnék nyilatkozni, hogy a forintot ez milyen irányba lögheti el, viszont amit meg lehet állapítani az az, hogy az alapkamat csökkentés előbb-utóbb véget fog érni. A külföldi elemzők 4%-os szintre várják az idei év harmadik negyedévébe az alapkamatot, illetve még el tudnak képzelni egészen egy 3%-os csökkenést is, 3%-ig tartó csökkenést, azonban az Amerikából irányuló monetáris lazításnak a befejezése mindenképp leginkább a mi alapkamatunk csökkentésének a végét fogja előidézni, idézheti elő. Posa Viktornak köszönöm szépen, hogy eljött a stúdiónkba. Köszönöm szépen a meghívást.